A nagypénteki liturgiában a kereszt, helyesebben szólva a feszület áll a középpontban. A keresztény gondolkodás ezen a napon Jézus szenvedésére és kereszthalálára emlékezik. A forrásokból pontosan, viszonylag pontosan tudni, hogy milyen okok vezettek oda, hogy Jézus a legsúlyosabb akasztófa halált kellett, hogy elszenvedje, és nagyjából az evangéliumok tanúsága szerint világosan tudható, hogy milyen erők, milyen összefüggések, és milyen megoldások, és milyen kényszerhelyzetek vezettek oda, hogy ez így történt. A keresztény gondolkodásban ma a szenvedő Jézus és a szenvedő Jézussal való együttérzés van nagyon erősen kiemelve. Azok az énekek, amelyek a keresztény liturgiákban elhangoznak, szomorú, a szenvedővel együttérző énekek, leereszkedő dallamok, közismert a Bach-féle, a Véres Isten Arc című dal. Ha visszatekintünk a kezdeti időkre, amikor a kereszténység kezdett teológiájában megerősödni, és egyre inkább kikristályosította azt, hogy mi is a speciális keresztény tanítás, akkor azt találjuk, hogy a keresztre feszített Jézus alakja, és különösen az arca egyáltalán nem szomorú arc. A kereszthez kezdetben, talán az első 1000 évben nem a szenvedés, és nem a szomorúság kapcsolódott a keresztény gondolkodásban és a keresztény lelkiségben, hanem a győzelem, az öröm és a dicsőség. A keresztények mai napig azt tanítják és azt hiszik, hogy Jézus a kereszthalálával és a feltámadásával legyőzte a halált. Legyőzte a bűn uralmát. És mindannyiunkért, az előtte éltekért, az akkor éltekért és az ő utána éltekért feláldozta saját magát. És ezzel megnyitott egy másik utat, egy alternatív utat a halál útjából az élet útjára vezette az emberiséget, vagy legalábbis kínálta fel az emberiség számára ezt az utat. Jézus a kereszten győzött. Jézus a kereszten bizonyította az Istenhez való törhetetlen hűségét, és annak a nagy ügynek a szolgálatában való halálig menő következetességét, amit ő úgy fogalmazott, hogy Isten országa elközelgett, úgy fogalmazott, hogy az Atya akarata, úgy fogalmazott, hogy azért jöttem. Aztán megváltozott a világ, és a középkorban, a 12.-13. században különböző társadalmi és kulturális okok miatt is a keresztény lelkiségbe egyre inkább a szenvedő Krisztus került. Talán azért is, mert a
az akkori pestis járvány áldozatai és a családjaik és az akkori európai emberiség azt igényelte, hogy azonosíthassa a szenvedő embert, aki közvetlenül mellette van, a szenvedő Krisztussal, aki a hitében van jelen. A kompasszió, az együttérzés vált a keresztény lelkiség középpontjává, ami aztán odáig ment, hogyha egy hosszú ívet akarunk húzni, hogy a kortárs filmekben Jézus szenvedése olyan mérhetetlen brutalitással van ábrázolva, hogy az ember elszörnyed, és valahogy a szerzők úgy érzik, hogy szükség van ennek a brutalitásnak a kendőzetlen ábrázolására ahhoz, hogy a mai emberben, aki hozzászokott már a horrorhoz, a filmekben és a televízió híradókban egyáltalán valamilyen érzést lehessen felébreszteni Jézus iránt. Kell a brutális jelenet, mert az ember már csak brutális jelenetekkel mozdítható meg érzelmileg. A kereszténység számára a nagypéntek, hasonlóan persze a nagycsütörtökhöz, és majd a föltámadás napjához is, egy olyan Jézust mutat, és szeretne felmutatni, de talán még inkább szeretne követni, aki azonosult az emberrel. Aki Istenként megpróbált a lehető legközelebb lépni az emberhez. És úgy látta, meg úgy is alakult, hogy az emberhez való közellépés akkor lehet teljes, ha nem csak a sikerben, ha nem csak a jólétben, egészségben, boldogságban, örömben, hanem a kegyetlen szenvedésben is ott áll az ember mellett. A kereszténység Istene Jézus Krisztusban olyannak mutatta be magát, aki nem kívánja, hogy az ember áldozattá váljon, hanem szeretetből ő maga válik áldozattá az emberért. És ezért van az, hogy a keresztény lelkiség minél inkább, minél mélyebben belemerül a keresztények Istenébe, annál közelebb kerül azokhoz, akik szenvednek, akik kirekesztettek, akiket igazságtalanul megbélyegeznek. Ha Jézus szabadon, szolgálatból, az emberiség üdvösségéért föláldozta magát, akkor a keresztényeknek, a kereszténységnek ezt az utat kell járnia, az emberiség szolgálatának az útját következetesen, lehetőleg tántoríthatatlanul, végső soron minden szükséges áldozatot vállalva.